Harmadik, harmadik, jól tudom, Matilda tudja a számokat, ügyes vagyok. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy Hamilton könyvesteg lesz. Imádom a Hamilton című musicalt, és igazából én csak tavaly kezdtem el hallgatni, pedig kb. 2015-ös a maga a musical eredetileg, de mindegy, tehát Spotify szerint körülbelül 50 plusz órát hallgattam tavaly az egészet, úgyhogy kicsit belebolondultam a dologba. És most július 3-án a Disney Plus-on közzé is lett téve, föl lett véve az egyik eredeti kasztos előadás, úgyhogy azt most már meg lehet nézni, és úgy gondoltam, hogy akkor ez tökéletes időzítés egy Hamilton könyves tegre. Ez eredetileg angol, nem találtam meg magyarul, úgyhogy így lefordítgattam nagyjából magamnak a kérdéseket, majd be is teszem őket a leírásba. Aztán remélem, hogy kb. Jól fordítottam őket. A dalszövegek alapján van a tag, szóval azokat nem fordítottam külön le, úgyhogy azokat úgy fogom mondani, ahogy a dalok vannak. Egyébként, hogyha valaki így nem tudná a sztorit, igazából Alexander Hamiltonról szól kb. Meg a függetlenségi háborúról, meg ezekről, de irtózatosan jó, szóval szerintem, aki nem ismerni, nyugodtan hallgasson bele, még hogyha nem is szereti valaki a musicalt, mert ez nem az a tipikus musical. Nagyon-nagyon-nagyon jó. De akkor nézzük a kérdéseket. Első, The Room Where It Happens, egy könyves világ, amiből belehelyeznéd magad. Belehelyeznéd, nem tudok beszélni. Egy könyves világ, amiben én nagyon-nagyon el szeretnék látogatni, az Középföldre. Ez nálam az egyértelmű number one. Nagyon sok embernek tudom, hogy ez Roxford, de nálam Középföld a nyerő. De ezt nem teszem messzire, mert azt hiszem még kelleni fog. Második kérdés, The Skylar Sisters, alulértékelt női karakter. És én ide Ginnyt fogom mondani a Harry Potter szériából, mert én úgy érzem, hogy ő nincs annyira értékelve, vagy annyit emlegetve, mint kellene, mert nekem kb. Ginny az egyik kedvenc szereplőm a Harry Potterből, hogyha női karakterekre gondolunk, és ő a könyvekben egyébként egy tök badass női karakter, és ő egy tök jó karakter, és például én tök sajnálom, hogy a filmekben ez nem tükröződik, abban így csak van néha Ginny, és amúgy nem olyan, mint a könyvekben. Amit én mikor olvastam először a könyveket, azon nagyon meglepődtem, mert tök más karakterrém lett nekem a filmekből. Harmadik, My Shot, egy karakter, aki eléri, amit akar, és nem hagyja, hogy bármi megállítsa. Ide most egy újabb olvasásomat választottam, az pedig a Chamberlain Jodie Taylortól, és ebből Russell, mert igazából, hogyha belegondolok abba, hogy a könyvben Russell így hogy hajtja a céljait, így az elejétől kezdve, akkor itt tényleg nem hagyta, hogy bármi is az útjába álljon, és tényleg elérte, amit akart, és ezt a könyvet mostanában nagyon sokat ajánlom, de annyira jó volt, én nagyon élveztem. Oké. Negyedik, Stay Alive, egy karakter, aki bárcsak életben maradt volna, spoiler veszélyt jelezni, spoiler veszély Harry Potter szériára nézve, főleg a hetedik könyvre, most nincs nálam a hetedik, úgyhogy csak ezt az elsőt tudom megint mutatni, de egy karakter, akit nagyon-nagyon-nagyon szeretnék, ha életben maradt volna, az Dobby. Szoros második helyen utána jön Sirius, de Dobby így az... ő jobbat érdemelt, mint hogy meghaljon, de most tényleg. Tehát ezzel szerintem nem nagyon lehet vitatkozni. Ötödik, Burn, valaha olvasott legszívszorítóbb szakítás, szintén spoiler veszélyt kitenni. Amire emlékszem, hogy nekem olvasáskor, de még annól, mikor előtte láttam a filmet, akkor is irtózatosan fájt, ami most én szakításnak fordítottam, mert ez volt a legegyszerűbb szóra, de egyébként olyan volt, hogy így a... mindjárt mondom az eredetit. Tehát the most heartbreaking end to a relationship you ever read. Tehát, hogy egy kapcsolat vége, a legszívszorítóbb végződése egy kapcsolatnak. Tehát valami ilyesmi lett volna, és így a szakítás volt rá a legjobb szó, szóval nem konkrét szakításról kell itt gondolni. Na mindegy, szóval ide én a csillagolimban a hibát választottam, mert ez spoiler. Azért szörnyen szívszorító, ami ebben történik, mert ugye nem azért nem lesz együtt a végén a két karakter, mert szakítanának, hanem azért, mert az egyik meghal. És gondolkodtam még a
a Mielőtt megismerteleket is, az a magyar címe, igen. De azt rájöttem, hogy ez volt így az első abszolút szívemet kitépő elválása a két karakternek, tehát borzasztóan fájdalmas volt ez, mikor én a filmet láttam, zokogtam, mikor a könyvet olvastam, zokogtam, úgyhogy ez lett ide. 6. You'll Be Back, legpimaszabb gonosz. Hát, én ide a Magnus Chase sorozatból választottam, és most a második könyvet mutatom, mert talán ebben van a legtöbbet benne, az pedig Loki. Alapból Loki így magában a mitológiában is elég pimasz, de én a Magnus Chase sorozatban, mint könyvben is nagyon pimasznak is ilyen. Erre is mi volt a szó az angolban? Sassiest villain. Szóval igen. De Loki az alapból olyan, úgyhogy őt választottam, majd amikor ilyen karakterekről beszélek, majd elméletileg, ha nem felejtem el, vágok be képeket is róluk. 7. The Reynolds Pamphlet. Csodás az angol kiejtésem, szóval The Reynolds Pamphlet. Egy könyves csavar, amire egyáltalán nem számítottál, spoiler veszély, szintén jelezni. Ide mondom, az amit sohasem mondtam el Celeste Ink-től, mert igazából a legvégén, ami kiderült, hogy mi is lett Lydiával, mert hát ugye ez az a könyv, ami úgy kezdődik, hogy most az angol van nálam, de úgy kezdődik, hogy Lydia halott. Ez az első mondat, de itt is rajta van, szóval ugye az egész arra épül, hogy kiderítsék, hogy mi történt a lánya, meg hogy így visszaugrálunk a múltba, mindegy, és az, hogy a végén, amikor kiderül, hogy ténylegesen miért halt meg, az mikor én azt megtudtam, én azon annyira meglepődtem, mert így gondoltam valamit, hogy mi történt, de aztán teljesen nem az történt, amit én gondoltam, tehát számomra az a végződés elég megdöbbentő volt. 8. Non-stop, egy maratonban olvasott sorozat, na hát ez nekem vajon mi lesz? Természetesen nem más, mint Rick Riordantól az a Percy Jackson és az Olympusiak sorozat, illetve az Olympus hősei sorozat. Ezt kb. 2 évente újra maratonban elolvasom, bár most az Olympus hősei tavaly olvastam talán újra a Percy Jacksonokat, vagy 2018-ban. Szóval egyrészt idén ezt is újra kéne olvasnom, ezt meg nem olvastam újra a múltkor, úgyhogy kéne mindkettőt. 9. Satisfied, kedvenc több szemszögben elmesélt könyv. Na most ide is mondhattam volna Rick Riordan könyvet, tehát az Olympus hősei alapból több szemszögben van elmesélve, de inkább egy másikat választottam, ami tavalyi nagy kedvencem volt, illetőleg még mindig az, ez pedig Rainbow Rowell-től a Carry On. Legfőképpen Simon és Bez szemszögéből van mondva, és néha ékelnek be más szemszögeket is, és én ezt a könyvet imádtam. Ódákat tudok erről a könyvről zengeni, gyanítom, megtettem egy csomó tavaly videómban. 10. Who Lives, Who Dies, Who Tells Your Story, egy könyv sorozat, amire szerinted emlékezni fog a történelem. Doppergés. Harry Potter? Igazából szerintem a Harry Potter robbantott egy akkora bombát, és annyira sok ember olvassa, és olvasta is, hogy gyanítom, ez egy olyan könyv lesz, amit így nem lehet kitörölni, vagy kiradírozni a történelemből, mert most már 96-os talán az első megjelenése angolul, és az azt jelenti, hogy az elmúlt 20 évben, több mint 20 évben is még mindig toplistás igazából ez a könyv, úgyhogy gyanítom, ez nem fog változni, főleg, hogy az újabb és újabb olvasók is szeretik ugyanúgy, mert ugyanazt a varázslatot hozza mindenki életébe, és a J.K. Rowling dráma se fogja szerintem eltompítani ennek a könyvnek a jelentőségét. És igazából ez volt maga a tag, de van hozzá azt hiszem 5 bónusz kérdés, úgyhogy azokat is belevettem. Első bónusz kérdés, Helpless, egy párkapcsolat, aminek a kezdetektől szurkoltál. És ide természetesen a Persabeth shipet mondom. A Persabethnek egyértelműen az elejétől szurkoltam, és azért nem mondom ide a Solangelo-t, mert én mikor legelőször olvastam az Olympus vérét, nem vágtam le egyből a Solangelo shipet magát, csak utána, amikor Tumblr-ön láttam a dolgokat, akkor jöttem rá, hogy basszus, tényleg! És igen, utána jött rá Matilda, hogy ó, hát ez itt a legjobb ship ever, szóval. Azért nem a Solangelo-t mondtam ehhez. Második bónusz kérdés, 10 Dual Commandments. Kedvenc harc jelenet, hát így az abszolút favoritom, az a Gyűrűk urából a Helmsurdoki csata. Főleg a filmből egyébként, de volt szerintem olyan jó azért a könyvben, és tudom, ez most az első rész, mindegy. Illetőleg a harmadik részben a Pelennori csata, az a kettő,
azt a kettőt imádom, és a könyvben is valószínűleg azért imádom őket annyira, mert közben kb. Szól a filmzene a fejemben, és az valami legendás, imádom. Harmadik bónusz kérdésünk, Say No To This, egy bűnös élvezet könyv. Hát, ami nekem ilyen abszolút bűnös élvezet, az általában az ilyen romantikusabb könyvek, de egy könyv, amit kb. 5 évvel ezelőtt olvastam, de igazából nagyon szerettem, és nagyon gyorsan kiolvastam, az a Luxen sorozat volt. És ugye ez vöröspöttyös, én meg nem nagyon olvasok ilyeneket, de ez abszolút egy bűnös élvezet könyv volt a kis 15 éves lelkemnek. Negyedik bónusz kérdés. Ja nem, 6 bónusz kérdés van, meglepetés. Negyedik, What Comes Next? Egy sorozat, amit szeretnéd, ha tovább folytatódna. Na hát, Rick Riordan fangirl, hello. Szóval Rick Riordan ameddig ír és folytatja itt a Percy Jacksonos vonalat, én azt nagyon szeretném, hogy az így minél tovább legyen és tudjam olvasni, mert imádom azt a világot, amit Rick Riordan teremtett. De igazából bármelyik mitológiai vonalat, ha folytatja Rick Riordan, én annak csak örülni fogok. Ötödik bónusz kérdésünk, Right Hand Man, kedvenc baráti kapcsolat. Szerintem már egy tag videó nem is tag videó nálam, hogyha nem veszem bele az Így neveld a sárkányodat sorozatot. Szóval a kedvenc baráti kapcsolatom egyértelműen Hablagy és Fogatlan. Filmben, könyvben egyaránt imádom a kettőjüket. És az utolsó kérdésünk, utolsó bónusz kérdés és az egész tagnak is az utolsó kérdése a What I mean, what? Ezt sose tudtam kimondani, mikor apostrofézünk, de egy könyv sorozat, amit megkésve olvastál. Na most, ide a Harry Pottert mondom, és már a Harry Potter a kupac alján van, úgyhogy nem emelem föl újra. De én a Harry Potter sorozatot 2015. augusztusában olvastam először, ami abból a szempontból nézve megkésett, hogy eleve én az utáni generáció vagyok kb., hogy a Harry Potter nagy fenomenon volt, mármint hogy az így az első hullámban nem voltam benne. Másrészt azért is olvastam meg később, mert mire én olvastam, már az összes könyv kint. Összes film kint volt a Harry Potterből. 2011 vagy 12-ben jött ki, azt hiszem a 7/2. Szóval, hogy én ahhoz képest későn olvastam, de 12 éves voltam, mikor kijött a film, szóval ebből a szempontból talán érthető. Viszont nekem ugye a nővérem volt, nővérem nálunk az abszolút Harry Potter fan, tehát Emma nagyon korán olvasta a könyveket. Aztán nekem ő mindig könyörgött, hogy olvassam el, és aztán nagy nehezen sikerült rávennie, mert addigra azt sikeresen megszerettem az olvasást, de igen, szerintem ahhoz képest 2015-ben olvasni nekem a Harry Pottert, az már így későn volt. Főleg, hogy egész életemben így a Harry Potter így jelen volt filmek terén az életemben. Na hát ez lett volna egy kis fangirl time, ha már Hamilton kijött, és meg is tudtam nézni, és abszolút imádtam, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó volt látni is, nem csak hallgatni, de a zene is abszolút jó, és imádom. Szóval igen, ez volt a Hamilton tag, és kommentben pedig adjátok lent, hogy ki az, aki még szintén Hamilton fan. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!